ennek a programnak azt a címet adtuk, hogy az élet szép. Azért választottuk ezt a címet, mert nem behatárol, hanem kinyit, és lehetőséget ad, és nagyon derűs címnek tartjuk, és azt is szeretnénk, ha ez a programsorozat ilyen derűs lenne. A hegyvidéki kulturális intézmények vezetője lényegre törően mutatta be a legújabb nyugdíjas klubot, pontosabban annak programját a Jókai klubban, ahol ma meg is szervezték az Élet Szép hegyvidéki nyugdíjas klub alakuló találkozóját, illetve foglalkozását. Az új közösség ötletgazdája és létének motorja az indítatásról beszélt. A helyzet az, hogy én ott ülök az önkormányzatban, jövök, megyek, de ott ülök, és velem szemben ott van a kulturális szalon, és tulajdonképpen óhatatlanul, ha be se teszem a lábam a kulturális szalomba, az ablakomból látom azt a jövésmenést, azt a pezsgést, ami ott zajlik, leginkább az idősek azok, akik egész nap élvezik a nagyon változatos programokat. És akkor úgy elkezdtem gondolkozni, hogy hát nekünk itt van a Jókai klub is, hogy próbáljuk meg azt, hogy a Jókai klubban is hasonlóan a kulturális szalonhoz minél több, minél változatosabb programot szervezzünk az idősek számára. A Jókaiban ugyan van még egy rég működő kis idős klub, de ők ritkábban találkoznak és főleg kirándulásokat szerveznek. Ám az igazi klubéletet az új heti rendszerességgel szerveződő csoport hozza el az öreg falak közé. A foglalkozásokat négy nagy téma köré szervezik. A Motola címmel meghirdetett találkozón a legkülönfélébb kézműves technikákkal alkotnak, míg a kultúrpercek keretében várostörténeti előadásokra kerül sor. Az új nyugdíjas klub első találkozóján rögtön az egészségvédelem került a középpontba. A Jókai klubban már 10 éve Meridian tornát tartó természetgyógyász a hagyományos kínai gyógyászatra épülő önfejmasszázs gyakorlatokat és akupresszúrás pontok stimulálását mutatta meg a jelenlévőknek. Nekünk pedig elmondta, hogy ezek a gyakorlatok milyen változásokat idézhetnek elő a szervezetben. Nagyon finoman elindul egy energetikai keringés. Tehát ahol blokkok vannak, ott egy kicsit oldódik, ott lehet, hogy érzékenyebb lesz, de az akupresszúrás pontokkal ugye akár a fejfájást tudja csillapítani, vérnyomást tudunk csökkenteni, tehát gyomorpanaszokat tudunk enyhíteni, SOS pontok épp ezért. Tehát ezt már a fotelben ülve is tudja használni és nyomkodni és ütögetni, hogyha arról van szó. Az egészségmegőrzésnek talán a lelki egészség a fontosabb eleme. Erre pedig akkor tehetünk szert, ha jó társaságban vagyunk, vagy legalább folyamatos a kapcsolatunk a külvilággal. E két kritériumot tartották szem előtt a klub munkatársai. Lesz egy ilyen nagyon érdekes programunk, aminek azt a nevet adtuk, hogy Kvaterka. Itt nagyon sok minden fog előfordulni, a filmklubtól, a sakpartin, a kártyapartin keresztül, a pusztan beszélgetés, kvízjátékok lesznek, már készülnek a kollégáim különböző kvíz feladatokkal, úgyhogy ez egy igazán szórakoztató délután csoport lesz. Ezen kívül indítunk még egy nyugdíjasoknak szóló számítógépes oktatást is. A három alkalmat magában foglaló, gyors talpaló netes tanfolyamra a Jókai Klub weboldalán is tudnak regisztrálni a hegyvidéki nyugdíjasok.